Szandra a kis fruska. Magyar hangok. Szető Roland, Mezei Kitti, Molnár Zsuzsa, Forgács Gábor, Kofler Gizella, Ősi Ildikó, Rosta Sándor, Dévai Balázs, Pásztor Tibor, Sallai Nóra, Pintér Gábor Attila, Kelemen Kata, Kádár Szabó Bence, Bácskai János, Köves Dóra. Magyar szöveg Angyal Andrea. Felvevő hangmérnök Serfőző Viktor. Hangmérnök és vágó Árvai Csaba. Gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Veszeli Simonyi Réka. A szinkront az AMC Networks International megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Kisasszony, a napfény elbújik szégyenébe! Forró a pizza! Apropó, édes Szandrám! Ezeket a könyveket meddig akarod? Ráér még, ráér! Akkor megtartom borravalónak! Rosetta! Szia, Szandra! Te nem félted az alakodat, ugye? Miért? A pizza élesíti az agyat. Főleg ma reggel, mert ha nem tudok tisztán gondolkodni, akkor te járod meg. Megyünk már, Duino? Hogyne, a matek dolgozat előtt. Mimi, mikor írsz egy újabb szép dalt? Kislány, most mindjárt írok neked. Akkor igyekezz, mert hívom a többieket is. Hé, kislány, te vagy a legszebb a világon. Főnök úr, itt vannak az új lemezek. Akarja hallani? Aurelio, ezt tegye be inkább a vendőjébe. Viccelődjön, én a legjobb zenekarokkal éneklek. Régi módi az, a világ változik. Ritmus, ritmus. A világ változik, de a szép zene marad. Isten áldja. Isten áldja. De biztos, hogy ez az Arduino segít? Hát hogyne. Nem látod, mi van ideírva? Ha nem segítene, minek írnának neki? Kedves Arduino, segíts jól megírnom a matematikát. Jól megírnom. Arno mister, pastong sem baller, da gesa fudiga sorruinato. Embem so cagnato, ma sung rassignato, mo pentu su. Akkor megjegyezted? Pontban 11-kor a WC előtt. Legyél pontos, különben végem. Szia! Na, gyere csak! Na, akkor találtál fordítót. Ha én megígérek valamit, ide nézz, megvan az egész. Nagyon köszönöm. Látod? Fordítás, rendhagyó igék, minden, ami kell. Elképesztő, köszönöm, és szia! Hé, várj, hova sietsz? Nem azt mondtad, hogy eljössz velem a moziba? Nem lehet. A papa jön értem. Más találj ki, ezt már hallottam. Majd máskor elmegyek, de tényleg. Vigyázz, nem látsz többé. És kit érdekel? Szia! Szandra! Szia! Mit csinálsz itt egyedül? Várok egy lányra. Jó neked. Van valaki. Szia! Szia! Ez itt a feladat. 40 perc múlva beszedem. Csönd legyen! Szandra! Szandra! Mi van?
Én már befejeztem. Oda tudom adni, kérem? Nem kérem. Sandra, akkor én most... Nem akarom. Nekem. Hé! Hey. Tanár úr, kérem! Tanár úr, kimehetek a táblához? Nem látom innen. Hogyan? Még szemüveggel se látod? Csend legyen! Gyere, de siess! Állj! Add ide! Ide! A pokolba. Ez még hibás is. Ha én ezt tudom, hagyom, hogy lemásold. Skony Emilio, te egy szamár vagy. Ezért mind a kettő nullát kap erre. De az egészről ő tehet, tanár úr. Üljetek le! De én csak felvettem. Üljetek vissza! Kostoma. Mi volt olyan fontos? Mit mondtál? Én? Azt, hogy nagyon jól tette. Há? Igen? Nagyon jól tettem? Ha már ilyen jól tettem, akkor ülj le szépen oda! Én? Igen, te! És lehetőleg grimasz nélkül? Csönd legyen! Psst! Tanár úr! Psst! Tanár úr! Mi az? Tényleg nem tudod kibírni? De nagyon kell. Csönd legyen! Pimasz kis semmittevő. Nyomás! Siess vissza! Tessék, Rosetta, de siess, mert a tanár úr ma nagyon ideges. Úristen, egy hangot sem értek. Mi? Ne viccelj velem, te vagy az egyetlen reményem, így is pikkel rám. Gyorsan, édesem, rajta. Mi lesz? Mit mondasz? Aj, gyere el innen, túl sokan vannak itt. Istenem, ezt meg hogy kell? A képet? Melyik kell ide? Próbálj megemlékezni. De ha nem jön ki, nem jön ki. Nem már. De hiába. Szabad lesz. Ez meg ki? Mit érdekel? Így a legjobb. Sőt, szia, visszamegyek jó, az osztályba. Szia. Sziasztok. Köszönöm. Köszönöm, drága Arduino, hogy megsegítettél. Rajta, igyekezzen, vissza kell mennem az osztályba. Akkor csinálja meg egyedül. Nem, kérem. Szépen írja, mert nem tudom elolvasni. Tessék. Köszönöm, de biztos, hogy ez jó? Igen, elég könnyű volt. Hé, hey, egy pillanat, ki az az Arduino? Nem érek rá, legközelebb elmondom. És köszönöm. Lássa, nem kell sietni, még szívrohamot kapsz. Tanár úr! Nem emlékszik rám? Dehogy nem. Prisco Luciano, Leopoldo mellett, a harmadik C osztályból. Igen. Na, ő értette a matematikát. Hála az égnek, jó neki. És hogy mi felénk? Egy igazolásért jöttem. Remélem felvesznek a fémműbe, mert lassan diplomázom. Mérnöki karod? Igen. Gratulálok! Köszönöm. Ügyes vagy, viszontlátásra. És te? Kész vagy már a feladattal? Mindjárt, már csak letisztázom. En un pranzo bo buriel, en un
svizzera nobiltà, come sembra giunto vinella sulla torre lo dice già, è rossa come la bocca una vignola, è a pizza capumarola, a pizza capumarola, è un quadro in un pittore, caccia mise come niente, l'aglio e l'olio e oscice niente mare. Ya mamma mia, oi ne, a pizza in Napoli, oi ne, a pizza in Napoli, è Napoli, a pizza capumarola, è una cura in un dottore, è uno stemma comunale, è una gloria nazionale buona. Ya mamma mia, oi ne, a pizza in Napoli, oi ne, a pizza in Napoli. Már kész vagyok, Avallone tanár úr. Itt is van, friss, ropogós. De Mimi, mit műveltél? Csupa olaj kívülről. Ezen látszik, hogy pizza van benne. Egyszerű, mint a számtan. Tanár úr, és akkor mi van, ha látszik, hogy pizza van benne? A pizza azért még nem büntény. Jól van, de hogy nézesz ki a tanári kar tagjánál? Értsd meg, nem láthatják meg a diákok. Megértetted? Na, add ide, most már mindegy. Akkor majd írd fel, add a többihez. Váljék egészségére, tanár úr. Maradok tisztelettel. Rendben. Jó napot, tanár úr. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Megy a munka, Mimi. Szervusz. Ruhatár, garázs után már parkoló is lettünk. És megkaptad az igazolást? Hát, majd a jövő héten. Aha. Már másfél hónapja már. És az engedélyt megkaptad? Vagy olyan vagy, mint én? Sandra, de... Mit akarsz? Kérlek, bocsáss meg. Már megbocsátottunk. Akkor meghívlak pizzázni. Majd holnap, jó? Holnap meghívsz minket. Szia, jó, és azért köszi, most menj. Ó, szia. Ó, te jó ég. Két ház pizzáját. Igen, két pizzát. Mimi, két pizza lesz. Ő az a matekos. Ő az? Ó, na csak ki van itt. Gratulálok, jó kis tréfa volt. Ismeritek egy? Hát hogyne. És még köszönhetem is meg. Én is meg akarom köszönni. De miért? Hé, mit művelt? Mert ha bántott téged, kislány, megölöm. Dehogy. És a pizzáink? Már is jönnek. De tudja, hogy melyik osztályba járunk? Nem. Honnan kellene tudnom? Másodikba. Igen, a másodikba. Maga meg harmadikos megoldást írt. Uh-huh. Elszúrtam. És mennyi lett? 8-as. Komolyan? Dehogy is. 8 egyenlet házi feladatnak. Úgyhogy ma semmi társaskör. Csak tudnám, ki fogja megcsinálni az egyenleteket. Ez az. Jóvá tehetem. Mutassák a példákat. Na persze. Majd egyetemi megoldásokkal. Az nem. Már a gimnáziumi anyagot sem értjük. Ezek azok? Igen. De hogy akarja megoldani? Nekünk ez holnapra kell. Hát akkor ott van még Arduino. De elárulja, ki ez a fickó? Biztosan tudja, aki csodákat tesz. Akkor megyünk a társas körbe. Oda viszem. Melyik társas kör? Nápolyi evezős klub. Mindig ott vagyunk. Rendben, jó szórakozást. De ha mégsem érne rá, kereshetünk más. Miket beszélsz, hisz olyan kedves. 5-kor megfelel? Igen, köszönjük. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Itt vannak a pizzák. Köszönjük. Elnézést, de Luka kisasszony itt van. Ki tudja, ki jön? Hát itt van, betartja, amit ígér. A barátnője nincs itt. Kiment motorcsónakkal. Nem sokára majd visszajön. Jön velem fürdeni? Köszönöm, de... Talán nem tud úszni. Hogy ne tudnék úszni? Csak hogy én... Nem, de hogy is tud úszni. Viszlát! Viszontlátásra! Gyerünk, Sandra, ugor! Hát ez óriási volt, köszi! Bizony! Ó, hát már itt van! Miért? Ki van? Gyere csak, Nikolá! Régóta vár? Milyen pontos, ezt nevezem. Itt Luciano. Luciano Prisco. Nicola Sanelmo báró, örvendek. Te menj átöltözni, teljesen átáztál. Jaj, már megint. Csak egy pillanat. Rendben. Találkozhattunk már valahol? Nem, nem hiszem.
Nem? Nem te trombitáltál Fefé karácsolói jazz koncertjén? Nem. Tegnapig a robogom dudáján zenéltem, de elromlott. Ez jó volt. Tényleg nagyon vicces. Fefé! Fefé, hallgass meg, milyen vicces a fiú! Fefé! Ki ez? Az ott? Sandra legújabb áldozata. Nem is rossz. Ugyan. Ez csak egy újabb nyomorít. Szia, Tonya! Én most elmegyek tusolni, mindjárt jövök. Sandra is itt lesz rögtön. Rendben. Hey, sietek vissza. Jó. Ott van az a fickó. Ah, Luciano! Már is kész van? Nagyon megváradtam. Unatkozott? Ne, közben nézelődtem. Szia, Sandra! Szervusz! 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 Maga még sosem volt itt? Nem, most vagyok először. Szóval, hol van a rántottám? Már is repülök. Látja, itt mindenki tegez mindenkit. Sokkal jobb így. Szóval elhoztam a feladatokat. Ó, az még bőven ráér. Azért átfuthatnám. Gratulálok. Kész van az összes? Gennarino, utána hozzon nekem jó kis gyümölcssalátát, jó sok banánnal, tejszínhabbal és pár eperrel. Kisasszony, én kihoztam a rántottát, mert ismerem, mióta megszületett. De az édesapja a lelkemre kötötte, hogy egy pohár vizet se adjak magának több. Mi? Mégis mit akar? Hogy éhen halljak? Kisasszony, ebben a hónapban igen jó étvágyjal megevett nálunk 34.800 lira fagyit, tortát, turmixot és süteményt. Ha? Akkor nem eszem meg a rántottát sem. És megyek is a papához. Majd én beszélek vele. Elkísér, ugye? Nekem mi közöm hozzá? Ugyan már, jó vicc lesz. Papa, nem akarom, hogy még egyszer lejárass a pincéreket. Sandra! Hagyjuk ezt most, jó? Na, mi volt? Jól megmondta neki? Nem látja, hogy meglazította a nyakkendőjét? Hát, és az mit jelent? Azt, hogy rossz a lapjárás. Ja. És mivel foglalkozik? Üzletel. Kereskedő. Mit tudom én? Csak azt tudom, hogy mostanában folyton így van a nyakkendője. Nézze, itt a füzete, nekem dolgom van. Ha. Sandra? Ó, bocsásson meg, az anyukám. Igen, mama? Jobb, ha nem mész apádhoz, ma nagyon rossz napja van. Igen, látom. A Cassisi modellről sem szóltál neki? Dehogy is. Eszedbe se jusson, már okoz pénzt költi. Tessék, apával sosint szerencsém. Mindig rosszkor jut eszembe. Ó, hát még mindig itt van. Megtalálta Sandrát? Igen, ott van. Megyünk táncolni? Hát nem vagyok nagy táncos. Nem tud táncolni? Alig. Aha, szóval nem tud táncolni. Akkor hova jár szórakozni? Matek példákat gyakorolni velem. Nem is tud táncolni. Erre tud táncolni? Csak próbálok. Te tudsz táncolni? Igen, elég jól. Táncolunk? Hát persze, köszönöm. Az a fiatal ember, a motorcsónakos. Ki, Nikola? Uh-huh. Nagyon jó fej, ugye? Igen, nagyon is. Közel barátja. Hát persze az, hisz ő lesz a férjem. Nem tudta? Már a pólyában odaígértek neki, mint egy hercegnek. És ő tényleg szereti magát, ugye? Á, ugyan, de hogy szeret. Nikola semmit sem vesz komolyan soha. Szóval mégis tud táncolni? Belehazudott az arcomba. És maga? És én mi? Nem, úgy értem, hogy szereti. Na, én még senkibe sem voltam szerelmes, még csak az kéne. Jó nekem így. De hogy lehet az, hogy pont egy ilyen lánynak, mint maga, nincs senki? Jaj már, miért nem akarja megérteni? Á, Sandra, még itt vagy? Nem jössz haza? Igyekezz, már elég késő van. Én megyek és beindítom a kocsit. Szedd a lábad! Jól van, mindjárt megyek. A harmadik feladatnak két megoldása van. Beleírtam mindkettőt. Ha, tőlem aztán várhatták volna. Nikola! Képzeld, új matek tanárom van. Tényleg? Már látom, hogy hamar a türelmet végére érsz. Te a végére értél? Én már rég hozzászoktam. Majd én is hozzászokom. Akkor mi megyünk. Na, szervusz, viszontlátásra. Tiszteletem, Don Peppino. Hé, mi az? Már megint itt vagy? Aha, ez már megint cserben hagyott. Jobb, ha ezt Pozilipó végébe viszed. És miért? Mi van Pozilipóban? Alatta van a tenger. Megfogod, beledobod.
Így nem szenvedünk se te se én. Könnyű mondani. Mennyiért tudnám újra használni? Csak neked. 10 000 lira. Rendben van. Itt hagyom. De részletekben fizetek. Csak fizest ki addig, amíg lélegzel. Na igen, reménykedjük. Isten áldjon. Nem akarja, hogy elvigyem? De igen. Hát akkor? Talán nem tetszik az autó márkája? Csak a közelbe megyek. Jöjjön, szálljon meg. Köszönöm. Vegye csak fel, megvédi a haját a széltől. Nem, köszönöm. Dehogy nem. Tökéletes. Az én nevem Bridget Claremont. Luciano Prisco. Maga nápolyi? Igen. Nápolyi. Végre egy igazi nápolyi. Én oda vagyok Nápolyért. Vizet tessék! Limonádét tessék! Nem kér frissítőt? Nem túl hideg vízzel és egy kis citrommal. Limonádét? Igen. Szódabikarbónát? De csak kicsit. Leköti a savat és nem árt az íznek sem. Tetszenek nekem maguk nápolyiak. Még a legegyszerűbb dolgokra is odafigyelnek. A szahelemben is? Már ha az egyszerű. Mi a véleménye? Hát, én nem is tudom. Hűha, maga nagyon jó fiú. Egyetemista? Igen, mérnöki kar. Tényleg? Én ruhákat tervezek, azért az könnyebb. De jól fizet, nem? Ja, az ajándék volt. A kalapostól? Nem, egy másiktól. A miénk nem elég nagy baháti kör. Nápoly után Firenzébe készülünk. Mennyi? 100 lira. Köszönöm. Megjött a fia egy herceg kisasszonnyal. Carmela asszony, jöjjön és nézze meg! Hol van? Nem látom, szégyentelen. Szűzanyám, segíts meg! Ez megőrült. Egy ilyen nőcskével. Nunciata! Nunciata! Gyere, nézd meg, mivé lesz a férfi, ha elkapja a bűnös szenvedélyt. Nézd, és rettenj meg, íme a sátán műve. Azt mondta, hozzám haza. Úgyhogy tessék, itthon van. Köszönöm. Minden olyan hurztikus, nem? Az egész olyan természetes, olyan igazi, nem? Hát ez van, ez az otthonom. A gazdagság elvakította, de már most égeti belülről a megbánás. Nunciata, gyere, törölközd meg rendesen, a végén még megcsúnyul a bőröd. Akkor nem is tudom, hogyan köszönjem meg. Viszontlátásra. Tartsa csak meg! Köszönöm. Viszontlátásra. El kell jönnie hozzám. Tudja, megígérte, hogy körbe kalauzol. Hát persze. Nagyjából 10 napig leszünk Firenzében. Utána visszajövünk. Hívjon fel a hotel Excelsiorben. Megígéri? Megígérem. Viszontlátásra. A tűnés innen. Menjetek az útból. Voltál szégyentelen. Egy ilyen tánczal énekessel. Ne félj, Nunciata, ezek olyanok, mint az összvérek. Mindenkivel összeállnak, de aztán az ilyen rendes lányokat veszik el. Vigyázz azzal a parfümmel. Vad szenvedély. Ennek minden cseppje kincs. Milyen tánczal énekes? Miket beszélsz? Mama, szerinted, ha valakin kivágott ruha van, az már tánczal énekes? Akkor ki? Hát nem tudom, nem ismerem.
Már mondtam, hogy volt. Á, igen. Mintha egész nap a gyárban lettél volna. Igen, csak várnom kellett. Reméljük, az igazgató nem felejti el. Én azt remélem, hogy San Gennarino sem felejt el téged, mert ő kell, hogy megsegítsen, bizony, fiam. Mert én megmondtam neki, megmondtam én. San Gennarino, tudod, hogy itt maradtam az uram nélkül. Te is látod, hogy mennyit keresek a művirágokkal. Úgyhogy szedd össze magadat, értetted? Mert már te vagy a házura. Tiéd a felelősség ezért. A tiéd. Én már letettem róla. Ó, Luciano, Luciano, édes fiam. Tedd már meg, édesem, vedd vissza az inged, menj át a szomszédba, és kérj egy üveg bort, mert elfelejtettem ma reggel. Mama, folyton kölcsönkérsz a szomszédtól. Vagy gyufát, vagy levélpapírt, most az üveg bort. Nem vagyok már gyerek. Unom, hogy folyton átzavarsz. Unod, persze, hogy unod. Úgy csinálsz, mintha valami herceg lennél, édes fiam. A kis nunciátáról nem is beszélve. Na, pont ő miatta nem akarok átmenni. Miért? Mi bajod van vele? Hajlandó vagy végre megérteni? Amióta meghalt az apád, a szegény kapuána asszony lett nekünk a kisbolt, az áruház, meg minden. És most, hogy rajtunk a sor, hogy megháláljuk, azt mondod, hogy nem akarod? Mama, az a kis szívesség, hogy elvegyem nunciátát. Luciano, telefonod van. Köszönöm szépen, bocsánat. Fáradjon be, asszonyom. Parancsoljon. Épp a maga végtelen kedvességéről beszéltünk. Ki hívta? Női hang. Akkor jól éreztem. Női illat. Vigyázzon, hangot se. Halló? Maga az, Luciano? Igen, én vagyok. Mi tartott eddig? Hol volt az utcán? Nem, nekünk nincs telefonunk. A szomszédunk számát adtam meg. Csak meg akartam köszönni. Nagyon kedves. És bocsánatot kérni. Nem, semmi szükség rá. Mindig Nikolához haza. Igen, értem. Nem tehettem meg. Persze. A legközelebb majd maga kísér haza. Talán majd legközelebb. Itt a negyedik feladatban nem értem, hogyan jött ki az ismeretlen. Ez melyik egyenlet? Az, amelyikben nincsen négyzetgyök. Várjunk, olvassa fel nekem az egészet. 6×2 egy pillanat, szóval 6×2 -25 +24 -24 = 0 És én hogy írtam? Nem tudom, nem értem. De hát a vége ugyanaz. Csak behelyettesíti az X-et. Aha, az X-et, bocsánat. Hogyan, miért? Mikor találkozunk? Amikor akarja. Majd valamikor átjön. Jó, köszönöm. Én köszönöm. Nincs mit. Akkor majd találkozunk. Rendben, viszlát. Jó van, viszlát. És jó étvágyat. Köszi. Na, jó étt. Magának is. Ó, ez itt az ördög műverszonyom. Ide az a jó lélek uram kellene, zseniális rendőr volt, az ég áldja meg. Asszonyom, mit jelent ez a sok kereszt itt? Nyugalom, nyugalom! Azért vagyunk itt, hogy kinyomozzuk. Ez valami csalás lesz, cselszövés. Még nem végeztünk ezzel. Ó, Szuzanyám. Mégis hogyan mennék, nem írtam meg a leckét. Latinból egy szót sem tudok, görögből 7 leckével vagyok lemaradva. És akkor én mit szóljak? Sosem írom meg a leckét. Ó, már elmúlt 7:30 is. Akkor rohanok. Szia! És te nem jössz? Dehogy, eszemben sincs. Akkor nem jössz? Nem, nem megyek. Ha akarod, itt maradok veled. Menj már, menj a suliba, különben megint zérót kapsz. Kisasszony! Maga! Mi a baj? Azt hittem, az igazgató. Mit csinál itt? Nem megy iskolába? Na, nincs kedvem. És maga mit keres errefelé? Végre megkaptam a bizonyítványomat. Úristen, ott az olasz tanárnőm, jöjjön! Meglátott? Dehogy, az lehetetlen. Sietett és ide sem nézett. Ez biztos? Bocsánat. Most viszont mennem kell. Beülök a moziba, ott nincs semmi. Reggel a moziba? Persze, ezért nyitják ki. Milyen diák maga, sosem volt még. Hát, szégyellem bevallani, de én minden órán ott. Igen. Gyakran járok? Igen. Jó, akkor mehetünk. Hova?
Hát a moziba. Tessék. Figyelj, nem szeretek magázolni. Most, hogy már tegeződünk, mondhatok valamit? Persze. Ma reggel a sulinál tudtam, hogy ott leszel. Pont ezért mentem arra tanítás előtt. Jó, akkor én is őszinte leszek. Én még soha nem voltam moziban reggel. Á, szóval már hazudsz is mi? Szerelmem, én nem tudok nélkül élni. Ne túlozzunk. Micsoda csók. Miért nevettél? Mert vicces. Szerelmem. Nem is tudod, mennyit küzdöttem magammal. De ez olyasmi, ami ellen képtelen vagyok tovább harcolni. Örökre a tiéd vagyok, John. Most indulnom kell, Laura. Ha nem térnek vissza, ígérd meg, hogy nem feledkezel. Mit csinálsz? Miért nem hívtál fel két napja? Miért? Miért? Nem szeretem, aki folyton azt kérdezi, miért. Most megvagy! Irány haza, a többit otthona! Én az apja vagyok, mit gondolsz ki más? Most nézzék meg, ide jár iskola helyett! De uram, ez nyilván a szülés! Szülés innen, különben te is megkaphatod! Hát igen, akkor hívom a csendőröket! Hát hívd a csendőröket, ha akarod, majd kiderül, kinek van igaza! Menjünk, tűnjünk innen! Pedig ott a város. Igaz. És mekkora a nyüzsgés odalent a gyárakban, ebben a percben is. Gyere, menjünk innen. Miért? Itt nem ismer minket senki. Várj már! Nem szereted a zenét? De. Én szeretem, de... Egy pillanat. Ülj csak le. Rágyújtunk. Van nálad gyufa? Nincs, de elintézem. Jó. Köszönöm. Szeretnélek megcsókolni. Meg foglak csókolni. Itt? Te megőrültél? Szereted a zenét, gyere el holnap hozzánk. Rendezek egy bulit a barátaimnak, még Mimi is jön. Mimi elmegy hozzátok? Igen, már meg is hívtam. Írt egy dalt, ami csak rólam szól. Eljössz? Mimi szerelmes beléd? Ne butáskodj már. Hát igen, sokszor előfordul. Csak az van, hogy amióta ismerlek. Örülök, ha tetszett. Köszönöm szépen. Hogy csak. Köszönöm. Gratulálok, és minden jót. Ajánlhatok maguknak egy másik dalt? Igen, ezt az előbbit kérjük. A csókhoz jó muzsika kell. Jó Isten, már is dél van.
Bocsánat, menjünk gyorsan. Elnézést! Fu la signora fianca casa mia. Caciunque stava sempre queste chelle, un'istituzione veramente pia. Bastava una suonata e campanella drindri, e sta signora piena di bontà ci favoriva sempre là per là. Ci serviva spiritiera, o di talo scuola pasta, ferro elettrico, pancera, sale, pepe, foglie busta. Luciano, vilas raffio. Ci puliva un aeroplano, nu cammella, nu cinese. Dalla vedova capuana si trovava tutte cose. Casi muore qualche duno, io pensavo in capo a me. Questa tena cascia morte, doi ghirlande nu cuppe, doi ghirlande nu. Köszönjük, asszonyom, nagyon kedves. Itt van a parfüm. Tessék, fogja! Igazi kölni víz. Vad szenvedély a neve, de ne használják el az egészet, mert csak fél éve vett. Ettől ne féljen. Luciano, de minek a kölni víz egy keresztelőre? Ez a vad szenvedély? Kit keresztelnek ma? Ó, egy barátját, iskolatársát. Jézus, és még nincs megkeresztelve? Távozz tőlem, sátán in nomine patris et filii et spiritus sancti. Asszonyom. Mi az? Mondja, nem tudna szerezni egy pár fekete cipőt az én Lucianomnak. Nem, a fekete cipő boldog emlékű uramé, de a felső emeleten az egyik úr éppen gyászol. Mm-hmm. Ezt értem, köszönöm. Még szeretném. Luciano, mondd, ez a szomszédasszony tényleg sokat segít nektek, de vigyáznak kell nunciátával. Ah, ugyan, mert jó tetejében jót várnak. Ma la signora aveva anche una figlia che era più brutta e una calamità. Insieme alla conflitta e una pastiglia pur sta figlia mi voleva da sciascia. E che facette per non mi fan guaglia e un romanzo che non si può contare. Feci un corso paviatore a domanda per mi grande luce c'era San Gennaro messere qui scala sante. Mi imparavo a palombare con laudave motoscafa per mi fa venire notifica ne mangiava frutta e mare. Se vuoi mettere famiglia la morale sai qual è? Non sposare mai la figlia da signora fianco a te, da signora fianco a te, da signora. Jó, mindegy, akkor már sárga cipője lesz. Ez hihetetlen, ma már az özvegyek sem hordanak fekete cipőt. Elhoztam tőle ezt a sárgát, csak hogy ne sértsem meg. Ez nem is rossz. Luciano, nem veheted fel ezt a sárga cipőt. Legyen fekete, fekete, mint a szél. És utána csillogjon nekem, érted? Mi lesz, igyekeznétek? Már mindenki rátok vár. Sziasztok, fiú! Szia, kislány! Szia! Jaj, de jó, hogy elhoztad a gitárodat. Te mit csinálsz itt? Nyomás lefeküdni? Gyerünk, gyerünk, gyorsan! Köszönj a bácsiknak, és menj aludni. Jó éjszakát, szervusz! Gyertek, menjünk be! Figyelem, mindenki! Megérkezett a maestro! Mini, el kell játszanod nem, az én technikát! És a döntömejület! Hogy, mindjárt az elején! Elég! Most játsz egy kalipszót, de azt a pincással! Játsz egyet, hogy kerek legyen a dolog! Ez az! Egy kalipszót? Igen! Te szereted? Rendben! Egy kalipszó. Muszáj mindig azt csinálni, amit te akarsz. Hisz alig várod, hogy velem táncolj. Én? Hagyd már abba. Hé, hey, ne kezdjetek most veszekedni. Legyen egy kalipszó, mondjuk a paradicsomos pizza. Igen. Csak rám figyelj. És rácok, figyelem. Helyet mindenkinek, csak a csípő mozog. Csak így, a csípő. Mimi, kicsit hangosabban. Sandra? Istenem, micsoda pár! Féltékeny vagy? Kire, a nagyon ura! Táncolunk? Udvariatlan vagy, nem látod, hogy beszélgetek. Vissza fogsz sírni? Oh, kicsit faragatlan. Érdekes, de nem tudom, hogy hívnak. Találd ki. Fabrizio? Marcello? Sandra tetszik, igaz? Miért? Csak mert mindenkinek ő kell. De sajnos minden hiába. Én viszont nagyon érzelmes típus vagyok. Hamar szerelmes leszek.
szabad lesz? Gyere, Luciano! De Sandra! Gyere csak ide! Csak veled lenni most. Na és, most itt vagy, nem? Butaság volt, hogy eljöttem ide. Miért? Nem szeretlek így lenni. Ennyi ember között. De hát ők a barátaim, ahogyan te is. Mi bajod van velük? Semmi. De nem kéne mindenkit szédítened. Nem ártok vele senkinek. És különben mi között van hozzá, talán a nevelőm vagy? Csak miattad mondtam, hogy ne pletykálj. És ez miért érdekel tőle? Igenis érdekel, egy ilyen lány, mint te, szép és okos. Figyelj! Még az apámtól sem tűröm a prédikációt, nemhogy mástól. Mit akarsz te tőle? Sandra! Sandra! Gyere, van egy meglepetésünk! Hagyd most a matematikát! Gyere, nyugi, várjatok, várjatok! Egy pillanat, szóval! Ott tartottam, hogy a dal nincs befejezve, mert nem tudni, mi lesz a történet vége. Viszont a szereplője élő személy, és mindannyian ismeritek, mert mindenkinek elcsavarta már a fejét. De őt nem érdekli. Nem tudod, kiről van szó, mi? Hát te vagy! Te rossz kislány! Üljön le mindenki, leülni! Gyerünk a földre! Ülj már le! Csöndet kérek! Libre sotto braccia, camicetta fior blu, vo fa signore nella nanza scolo pure tu. Ti piglia sigarette quando è accanto per papà, ti mette già un rossetto come vire fa mamma Lazzare. Ma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più. E venga apposta per tutti, vicino a scolo, Gesù. Tu invece mi rispondi già, i deveretti proprio a te. Per me l'amore può aspettare, che n'ha già fatto un po' per me. Alla zarella ventola primavera, quando passa tutte mattine, cade spiecchier in de vetrine, solo un complimento da fa bam bam. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me, e rire fumo fa capire che perdo tempo a piezza a te. Ma Lazzarella come sì, la luna la vita proprio a me, e rire fumo fa capire che perdo tempo a piezza a te. Lazzarella! A végét majd megírom még, majd ha kiderül, hogy mi lesz a történet vége. Rendben van. Hé, hallod, de te kislány, tudod, hogy egyszerűen tetszel nekem, hogy jó a szájon csókoltál az iskola előtt? Tiszta húja volt. Nagyon vicces, ugye? Mm-hmm. Jó estét, gyerekek. Szervusz, mama. Jó estét. Te hová mész? Az operában, ne maradjatok fenn sokáig, jó? Mama, bemutatom, ő itt Luciano Prisco, az a matek leckés. Nagyon kedves magától, de hagynia kellene, hogy egyedül oldja meg. Ilyen későn, ügyvéd úr, történt valami? Eddig még nem, de ma este vezetői értekezlet lesz. Aha. És most, hogy rosszul állnak a dolgok, már keresik az áldozati bárányt, mint mindig. Tudom, ezek mindenre képesek. Menjen el maga helyettem, jó? És ha muszáj oda mennem, akkor küldessen értem. Történt valami? Miért vágsz ilyen képet? Nem akarsz beszélni? Semmi. Kis üzleti ügy. Elkésünk. Menjünk. Szerintem te naív vagy. Ő még meg sem született. Már sokkal rafináltabb volt nálunk fiúknál. Hát, ha te mondod. Jaj, ne már. Tudnék mesélni. Jól kinéznénk majd pont veled. Há, várj csak pillanat. Halljuk, meddig megy el. Ameddig te nem. És hamar. Szóval sikerült felfognatok? Nem? Akkor én elmondom. Képes egy leckéért. Egy cigarettáért, értitek? Micsoda gyáva alak! Hey! De nem ő az egyetlen, elég elvinni a moziba. Mert te már elvitted? Az engedélyedre vártam. Hé! Ne. Gyere! Fáj valami? Semmi. Oh!
Jézusom! Mi folyik itt? Luciano. Bocsáss meg. De miért? Mi történt itt? Á, semmi. Kis kakaskodás. De megmagyarázná valaki? Csak Fernando. Luciano. Luciano. Várj meg, kérlek. Luciano. Sikerült! Luciano, megkaptad az állást? Ne, még jobb! Fiam, azok a kapácsák virágai. Mama! Nyughass már, fellőbsz! Jó estét, asszonyom! Hogy van? Pillanat! Jól? Várjunk csak, teket megsebesült az arcod. Nézze meg, nézze! Jaj, mi történt vele? Nem, mama, nem! Elestél a robogóval? Dehogy is! Hogy? Jaj, Isten, nem hadd nézze meg! Gyere, mutasd! Luciano, gyere ide! Le kell fertőtleníteni, Luciano! Látta? A fiam megkergült. Vita, verekedés, harapást nyomok a szája szélén egy féltékeny nő személytől. Miket beszél? Ez bizonyos hátám műve. Azért a francia nőé, tennünk kell valamit. Férj, uram, adj valami jelet, hadd világosodja meg. San Gennaro. San Gennaro, most kérlek utoljára. Add, hogy vége legyen ennek. Most azonnal avatkozz közbe. Hogy mondjam még neked? Hármas. Nyolcas? Nyolcas? Mindegyik nyolcas. És megtennéd, hogy nem olvasod fel olyan hangosan? És miért? Nekem mindegyik jó lett. Elmondhatom, hogy engem folyamatosan üldöz a bal sors. Hát mindegy, akkor megint ismétlek. Itt van Sandra. Sandra! Sziasztok! Az enyém milyen? Hát nem is olyan rossz, csak Avaloné buktatott meg matekból. Hál' Istennek! Elnézést, a mérnöki vizsgák? A végzősöké? Első emelet. Köszönöm. Kérem. Érettségiző vagy? Téged kérdeztünk, szépségem. Mit akartok? Nem szabad felmenni? Nem, itt mi dirigálunk? Na, engedjetek. Gyerünk, hadd lássuk az indesetet. Luciano! Hé, engedjétek el! Hozzám jött, ismerem. Gratulálok, nem mutatsz be? Szívódjatok fel. Attól félsz, hogy elszeretjük? Igen, és? Menjünk, Luciano. Jó, hagyjuk a csodába. Igen, nem éri meg. Te meg ne provokáld őket. De belém kötöttek. Akkor se foglalkozz velük, nem kell. Már mondtam egy párszor. Nem csinálok tőle. És hogy sikerült? Nagyon jól. Remélem, kapok munkát a gyárban a diplomámmal. És neked? Csak egyből húztak meg. Miből? Fontos tantárgy? Nem, a matematika. Azért csinálták, hogy te adhass nekem órákat. De te a hegyekbe mész. Igen, de nem sokáig. Nagyon szigorú a magántanárom.
Mit csinálsz most? Hazamész? Haza? Ez nem ágában sincs. Tudod, mit csinálunk? Megünnepeljük, hogy megbuktattad. Rendben, Cypher. Oda néz. Olyan, mint Dante pokla. Ah, éget. Oda néz, for. Főzhetnénk spagettit. Bárcsak már korog a gyomrom. Egy kis figyelmet kérek. Látják? Az a láva odalent. A föld vulkáni tevékenysége az, ami a jelenséget okozza. Nézzék meg, kérem, a hőmérséklete magasabb 1500 foknál. Neked tetszik? Igen, nagyon érdekes. Igen, de mindenhol ugyanaz. Aki meg akarja nézni, az kövessen, kérem. Sandra! Hová mész? Gyere, mutatok valamit. Arduino újabb csodáját. Menj fel oda. Oh, éget! Egy pillanat. De mit csinálsz? Fel akarod gyújtani a vulkánt? Látsz onnan? Hogy ne látnálak. Persze, hogy látlak. És most látsz még? Hát, majd mindjárt nem fogsz. Menj már. Mit bohóckodsz? Még mindig látsz? Most már biztosan nem látsz? Most már nem látlak. Luciano! Luciano, mit kehes itt? Jó napot, kisasszony. Visszatért Firenzéből? Vártam, hogy majd telefonál. Felhívtam, nem adták át? Ó, tényleg? Mi Firenzében voltunk. Fantasztikus. Most viszont Caprira megyünk. Miért nem látogat meg ott? Kibérelünk egy villát. Lehetetlen. Holnap kezdek a gyárba. Jó, akkor jöjjön át vasárnap. Tényleg, köszönöm. Ha meg tudom oldani. Rendben, de azért majd felhívom, amikor visszatértünk. Luciano! Megyek. Bridget! Bocsássam. Nincs miért, egy ismerősöm az iskolából. Mennem kell már, vágnak a barátaim. Viszontlátásra. Ez meg ki volt? Ja, csak egy lány. Komolyan? Már azt hittem autóbusz. Francia, alig ismerem. Nagyon szép. Aha, nem csúnya. Mondom, nagyon szép. És elegáns is. Szerinted? Nem figyeltem. Na, mert tetszik neked. Az se tűnt fel, hogy öltözik. Én azt látom, ahogyan te öltözködsz. Nem, már nem is szeretlek. Gyere ide! Most elkaplak! Látod? Holnaptól ott dolgozom. Na és mit? Én leszek a főnök. Munkások ezzel várják majd az intésemet. Komolyan? Dehogy is. Átmásolom a terveket. Akár csak egy írnok. Valahol el kell kezdeni. Egyszer főnök leszel. Akkor majd bemegyek a gyárba, és azt mondom, bent van a mérnök úr, és akkor mindenki hajlongani fog. Miért? Te ki leszel? Tudod te. Mit jelent az a nő neked? Milyen nő? Az a francia, tudod te nagyon jól. Semmit nem jelent. Esküszöm. Ne esküdj, hiszek neked. De én megesküszöm, mert ez az igazság. Szeretsz engem? Emlékszel? Menjünk, együnk valamit. Ketten? Igen. Jó, menjünk. Jó estét, mit óhajtanak? Mit lehet még enni? Nem sok mindent, már nem ég a tűz. Van még mozzarella, meg még saláta. Igen, nekem jó, szeretem. Rendben van. És még egy kis bort is. Már is hozom. Tudod, hogy még sosem ettem ilyen helyen? Hát, mert nem túl elegáns. Kit érdekel? Nézd meg, az egész a miénk. Akár egy otthon. Megkaptad a levelet? Igen. Mindig magadnál hordod. Én eltettem az összeset. Sokkal szebbeket írsz, mint amiket mondasz. Parancsoljanak. Jó étvágyat hozzá. Ha hiányzik valami, csak szóljanak. Ó,
micsoda? Ezen nincs olaj. Pincér! Hey! Az. Majd idehozom. Ez vicces. Mennyit adjak? Nagyon sokat. Még kérek. Még kérek, szeretem. Nem kell félned. Ez most az otthonunk. És te feleségem vagy. Hunyd le a szemed. Emlékszel még a dalunkra? Félek. Mitől? Hogy túl boldog vagyok. Ez a szélhámos. És én még segítettem neki. Kötelessége lett volna mellém állni. Ha süllyed a hajó, menekülnek a patkányok. Akkor megbeszéltük? Mi most elutazunk a hegyekbe. Kicsit eltűnök szem elől. Ön itt marad, de ha súlyosbodna a helyzet, azonnal telefonáljon. Nem, ez esetben én magam mellé. De miért? Fel is jelenthetnek. Beszéljen már. Egyelőre nem, de ugye ezektől mindenki telik. Mikor terveznek indulni? Én már holnap. Szólok is a feleségemnek. Hol találkozunk holnap? Ahol akarod. Jaj, nem, megyek dolgozni. Akkor oda megyek eléd. Az túl messze van. És nem tudom, hogy mikor végzek. Ó, de kár. Annyira szerettem volna. Én is, ugye tudod? Jó estét, kisasszony. Jó estét, ügyvéd úr. Az ügyvédünk. Ha a papa itthon van, rohanok. Szia! Telefonálok, és 10-kor gondolj rám. Jó, pont van 10 órakor. Jó estét, kisasszony. Jó estét. Sandra, hol voltál idáig? Az apád nagyon mérges. Miért? Most menj a szobádba. Sandra, ilyenkor kell hazajönni? Na és kivel voltál? Én senkivel sem. Na és ez? Micsoda? Semmi. Gratulálok. Jó korán kezdett. Még jó, hogy holnap elutazunk. Végre pontot teszünk ennek a végére. Most, hogy nem vagy itt, minden más lett, unalmasabb. Még az is, ami korábban felvidított. Olyan, mintha a napok nem akarnának múlni, és én egyre csak számolom az órákat, amíg ide nem ér a posta, mert azt várom, hogy írtál le nekem. Hú! Szia, Sandra! Akkor lejátsszuk a meccset? Milyen meccset? Nem, nincs kedvem, fáradt vagyok. Mitől vagy fáradt? Hiszen semmit sem csinálsz. Rengeteg dolgot csinálok. Sétálok. Aha, egyedül, isteni program. Olvasok. Na és mit? Na semmit, csak egy regényt. Két nap alatt kiolvastam. Nekem megfájdul a fejem az olvasástól. Sandra, úgy unatkozom, nincs itt semmi. Van egy csomó barátod, ott az autód. Figyelj, mi lenne, ha elmennénk kocsikázni? Tudok egy teljesen új éttermet, jó-e? Jössz, Sandra? Nem, ma nincs kedvem. De miért? Hova viszi a bőröndöket? Ki utazik? Az édesapja, kisasszony. Az apám. Nem megy. A feleségem képtelen megérteni, nem fogja fel a helyzetet. Egy óra múlva biztos helyen kell lennem, ha csak le nem kapcsolnak a határon. Nem. Idő kell ahhoz, hogy beinduljon a gépezet. Próbálja menteni, ami még menthető. Legyen nyugodt. Isten áldja, ügyvéd úr. Köszönök mindent.
Viszontlátásra. Papa, de mit csinálsz? Elmész? Igen. Elutazom. Sürgős üzlet. Szervusz. Puszit nem kapok. Tudsz még szeretni engem? Hogy nem tudtam több időt szánni rád. Vagy ha majd azt mondják, a te apád. De miért beszélsz így? Történt valami? Mama! Ne, Sandra, ne. Nem értheti. Vigyázz majd rá, rá is Toninóra. Hamar visszatérek. Kicsim, én számítok rád. Most már elég nagy vagy. Kész felnőtt. Ha rosszabbul megy az üzlet, kivárunk. Nem dől össze a világ. Alig sikerült rávennem, hogy jöjjön ide pihenni. Erre elmegy. Ön nem tudott volna tenni valamit? Nem. Sajnos nem, asszonyom. Mama! Apád elutazott. Igen, láttam. De miért utazott el? Azt nem árulta el nekem. Folyton ezek a titkok, ármányok, célozgatások. A férje nem akarta megijeszteni. Mégis miről beszél? Az igazságról, sajnos. Ha itt maradt volna, akkor letartóztatják. Mama! Letartóztatják? Én mindent megtettem, de elfogadó parancs van ellene. Mama! Hogyan történhetett? Mama! Nem tudom elhinni. Megkaptam az első fizetésemet. Megyek, meglátogatom. És mit fogsz mondani anyukádnak? Szerinted hiba csak így beállítani hozzá? Dehogy! A nők álmodozók, érzelmesek, imádják a meglepetéseket. Hát igen. Gratulálok, bravo! Fontos ember lett belőled, a cég számlájára utazol. Igen, egy egész hétig Adige-ba. Alto Adige. Luciano, a kedves szomszédasszony neked ajándékozza ezt az illatos szappant a tartójával együtt. Milyen szép. Milyen finom holmi. Köszönöm szépen, asszonyom. Ezekre pedig írhatsz majd. De ezek nápolyi képeslapok. Miért talán te nem vagy nápolyi? Az egyik Adige-től a másik Adige-ig, a lenti Adige-től az oldalsóig. A képeslap az csak képeslap, édesfiam, nem igaz? De... Bravo, milyen jó képű vagy. Kisasszony, kérem. Igen, ügyvéd úr? Lenne, aki szívesen megvásárolná a villát. Meg szeretnék nézni. Ebben a pillanatban? Amilyen állapotban van a mama, rettenetes lenne neki. Igen, tökéletesen megértem, kisasszony. De tudja, manapság nem olyan könnyű vevőt találni rá. Aztán meg, kisasszony, készpénzre lesz szükségük, sok kiadásuk lesz. De a villa a mamáé. Ezért nem foglalták még le. Ez lett a menedékünk. Tudom. Az egyetlen vagyonunk. Egy kis készpénzzel sok mindent megoldunk majd. Szia! Azért jöttem, hogy felköszöntsenek. Ma van a szülinapod, nem? Csak te nem felejtetted el. Tudod, minden szó igaz, amit mondanak. De ne keseredjél, Sandra! Mit tehetnél? Előfordul. Az egyik ősöm a páviai csatánál ellopta a hadsereg pénzét. De az én apám nem tud. Tudom. És ez itt a baj. Különben bárhogy csinálnának belőle, mint az én felmenőmből. Ne viccelj ezzel, Nikolá. Hát nem érted? Végünk van. El kell adnunk mindent. A villát is. Érted? Minden évben feljöttünk ide, mióta csak megszülettem. Sandra, tudom, hogy mit érzel ebben a pillanatban. Tudod, hogy én mindig melletted álltam. Nem csak, mint barát. Igen. Tudom, és köszönöm. Nézd. Nekem... Nekem, Sandra, lenne egy ötletem. Házasodjunk meg. Így meg tudod menteni a villát. Én sosem mondtam neked. De miért?
Azért, mert ki tudja, otthon kicsóznának rám. Így viszont minden megmarad. A szüleid velünk lesznek, és minden a régi lesz. Mit szólsz, Sandra? Nikolá, te tudod, hogy nem szeretlek. Én... Igen, tudom. De ha választhatsz egy nyugodt, szép életet, a többi majd jön magától. Beszéljek én a mamáddal. A szüleim nagyon boldogok lennének, tudod? Nézd, én nem szeretlek. Tudom, de legalább azért egy kicsit kedvelsz. Kisasszony! Kisasszony, telefonon keresik. Jó, megyek. Akkor megvárjalak. Hadd gondoljam át. Köszönöm. Halló? Te vagy? Miért? Hol vagy? Itt vagyok. A felvonó megállóban. Az előbb érkeztem. Jöttem felköszönteni. Itt vagy még? Mi a baj? Rögtön látni akarlak. Itt? Igen, ahogy akarod. Rendben van. Itt várlak majd. Jó, indulok. Sandra! Szerelmem, Isten éltessen. Többet is akartam hozni. Luciano, köszönöm. És hogy eljöttél? Nem vártam. Üljünk le egy kicsit. Nem, ne itt. Mi az? Történt valami? Miért nem írtad meg? Miért nem szóltál, hogy jössz? Meg akartalak lenni. Nem örülsz neki? 3 napot is maradhatok. Annyi mondani valóban. Micsoda út! Én még sosem voltam Firenzénél messzebb. De miért van, hogy 2 napja már nem írtál? Mert... Nem számít. Türelmetlen voltam. De most, hogy látlak, és beszélünk, és végre hallhatom a hangod, már el is... Luciano, elég, kérlek. Sok mindent mondasz. De mit tudsz te rólam? Hisz alig ismersz. És ha nem olyan vagyok, amilyennek látsz? Nekem te vagy a tökéletes társ. Talán jobb, ha rögtön elmondom. Megírtam volna. Nézd, nekem most... Én nem tehetem. Arról van szó, hogy itt van Nikolá. Igen, tudom, azt megírtad. Igen, az van, hogy Nikolá megkérte a kezemet. De te szóltál neki rólunk? Én azt hittem, hogy ő nem jelent semmit számomra. De most nyáron... Sandra, miket beszélsz? Én szeretlek téged. Nézd, te olyan aranyos vagy. Én viszont úgyis mindenki azt mondja, hogy csalfalány vagyok. Én nem fogok hozzád menni, nem lehet. Most komolyan beszélsz? Válaszolj! Igen, Luciano. Sajnálom. Eldöntöttem. Nincs más választásom. Akkor tudod mit? Én vagyok a bolond. Félre ismertelek. Fernandónak volt igaza. Ő mondott igazat. Ő az, aki ismert téged. Gonosz és igazságtalan vagy. Fáj az igazság, ugye? Milyen igazság? Bocsáss meg. De nem tudok színlelni. Én szeretlek. Annyira szeretlek, hogy bármit megtettem volna. Ha azt kérted volna, hozd le a holdat, én lehoztam volna. Nem tudsz megbocsátani? Nem fogsz megcsókolni utoljára? Nem. Nincs szükségem vigasztalásra. Én nem csókolom meg mások barátnőit.
Édes kislányom, mi a baj? Semmi. Nem kell aggódnod, mama. Sőt, nagyon jó hírem van. Nikola megkérte a kezem. Micsoda? De te sírsz. Csak örömömben. Látod, már nem sírok. És te már döntöttél? Igen. Itt valami súlyos történt. Carmilla asszony, ne szóljon semmit, ha belép. Hallgassuk meg, mit füllent. Há, tessék, már itt is van. Á, te vagy az Luciano. Isten hozott. Szervusz, mama. Jó napot. Jó napot. Na, és honnan jössz? Hogy honnan? Hisz tudod, nem? Jól érezted magad? Szép idő volt Caprin? Te miről beszélsz? Honnan tudjam? Honnan is tudná, szegényke? És ez micsoda? Capri egy alom. Ez még írni sem tud. Nem csoda, hisz nem olasz nő. Várom, Bridget, te! Bridget, vagy Bridgetta? Ravasz kis nő ez a Bridgetta, ha? Augustusban Capri. Milliómosok vagyunk, mi így meggazdagodtunk. Engem egyáltalán nem érdekel ez a nő. Elég! Esküszöm! Elég! Elég! Na, Carmilla asszony, Jézus. Akkor csoda történt. Igaz? Ez kész csoda. Drága szűzanyám, a tékozló fiú újra köztünk van. Az itthoni fészekben, az övéi között. Hazatért a szülőházába, hála néked San Gennaro in eternis. Asszonyom, hogy én hogy szeretem magát. Adjon kölcsön két gyertyát, jó? Persze, már is hozzom őket. Köszönöm. San Gennaro. San Gennaro, megmentetted őt a romlástól. Nagyon ügyes voltál. Köszönöm. Luciano-nak telefonja van. Telefonon keresnek. Ki az? Ki az? Én honnan tudjam, ha te sem tudod? Ki az? Női hang, Carmilla asszony. Női hang. Halló? Kivel beszélek? Maga az. Mondja, miért nem jött el? Végre valahára utolértem. Itt, az evezős klubban. Jöjjön el. Csodálatos ma a tenger. Akkor várom. Mama, adj egy inget, és vasalj ki a nadrágot. És egy kis meleg víz is kéne. Borotválkozni. Asszony, van még abból a parfümből? A vadszenvedélyből? Igen, adna belőle. Persze, ha van. Köszönöm. Hallotta ezt, Carmilla asszony? Vasalt ki a nadrágot, tiszta ing, és a vadszenvedély. Víz borotválkozni. Hát akkor szedje össze magát, Carmilla asszony. Gyöngyök helyett. Sár kell neki. Mindennek vége. Bonjour, mademoiselle! Fáradjanak be, tessék, szuverér pizzáni! Ismered ezt a helyet? Itt készül Nápoly legjobb pizzája. Luciano, most már elhiszed?
si non è bien. Nem, monsieur, menjenek a nagy terembe, gyerünk, ott szellősebb. Tessék. A világ legjobb pizzáját akarom. Igen, bízza csak rám, kisasszony, bízza rám. Szóval? Pont ide kellett hoznod. Nem tudod, hogy Sandra már visszajött? És kit érdekel? Sőt, mindig ott leszünk, ahol ő is. Hadd lássa mindenki. Fáj még mindig, ugye? Melló, Sherry, nem jössz? Na, itt is van. Hétfőn pótvizsga, utána meg vissza a suliba. Én meg évet ismétlek. Tényleg, hogy múlik az idő? Jaj, szívem, ne is gondolj rá. Éme a pizzák! Jaj, de jó, már is! Még sosem lettem ilyen csodálatos. Mi bort kérünk? Két pizzát hitelre, átcsüsz, fiam, tényleg? Sandra! De mit kerestek itt? Hozzád jöttünk, te butus. Rajta, kérjük azt a pizzát, aztán majd a vizsgák után kifizetem. Ugyanhajt, ha nincs pénzed, majd jövünk máskor. Jó. Dehogy is most. Menjünk be, kérjünk egy sört is. Mi? Megörültél? Miért, talán tilos, engedély kell rá? Ja, nem, csak mindenkint jobb. Így legalább látlak, jó? De jó neked. Üljetek le ide. És? Hát te, mikor vizsgázol? Igaz, hogy férjhez mész? Főnök úr, jó napot kívánok! Mivel úgyis elfoglalt, majd én szórakoztatom a népet, ha megengedik. Tényleg ki kell tennem a táblát? Ezen a vendéglátóhelyen nincs élő zene. Fogja a cuccát és menjen innen! Gyorsan, menjen már! Sárga lesz az irigységtől. Jó, persze. Aki nem értékel, ja, nem is érdemel. Ó, a szép kisasszony maga itt. Te ismered? Én még tartozom egy dallal. Főnök úr, ezt nem tilthatja meg nekem. A zenei adósságot le kell róni. Pedig így van. Mindent megtettem, hogy elutazzon velem. De ő nem akarja. Hogy mehetnék el veled? Nem tudja, mekkora lehetőséget szalaszt el. Bridget még a munkájában is tudna segíteni. Alig várja, hogy megszabadulhasson tőlem. Nem, ez nem igaz. Én szívesen elmennék veled, de... átgondolom. Ó, én ismerem ezt a dalt. Gyönyörű. Io te vorrei assai, ma cuore non mi dice te scelta, te scelta. Semmi. Nem történt itt semmi. Miért rohant el? Ne, ez is miattad van. Miattam? Sandra. Nikola, hát itt vagy? Érted, jöttem, hogy elvigyellek Elizabetta nénikémhez. Tényleg, Elizabetta néni. Igen. Sandra, menj átöltözni, elkéstek. Sandra, mi bajod? Rosszul vagy? Igen. A fejem fáj. De, Sandra! De ha ragaszkodsz hozzá... Nem! Ha rosszul vagy, majd elmegyek egyedül. Megmondom a nénikémnek. Ne haragudj, de így csak rosszul járnál velem. Akkor menj szépen. Feküdj most le. Majd holnap találkozunk. Szia! Viszontlátásra, asszonyom. Már vár rám a nagynéném. Kikísérlek. Köszönöm. Sajnálom, Nikola, ne haragudj. Ne viccelj. Szia. Szia.
Kicsit kedvesebb is lehettél volna vele, szegény Nikolán, nagyon szomorú lett. Mit mondhattam volna? Én ilyen vagyok, tudod? És ő is tudja, megmondtam neki kerekperec. Sandra! Gyere ide. Nézz a szemembe. Valaki mást szeretsz, igaz? Mondd meg. Szereted még Nikolát? Hát, igen. Vagyis kedvelem őt. Azt kérdeztem, szereted-e? Sandra, válaszolj. Te szereted Nikolát? Hozzámegyek. Mit akarsz még többet? Nem lesz több sírás, és nem kell aggódnunk. Te velem maradsz. Én majd veszek neked ruhákat. És egy kocsit is. Te, a papa, Tonino. Én boldognak akarlak látni titeket. De te boldog vagy? Csak ez az egy számít. Jaj, mama. Édes kicsike. Mindenkire gondoltál, csak magadra nem. Azt hitted, hogy elfogadom? Figyelj, majd én beszélek Nikolával. De ha nem veszel, hogyan fogunk megélni? Nem nagyon bízol bennem, igaz? Ez jogos. Csak azt látod, hogy folyton fogadásokra szórakozni járok. Nem hiszed, hogy tudnék dolgozni is? Pedig fogok. Meglátod, hogy menni fog. És ha megtalálod életed szerelmét... Ó, mama! Nem kell aggódnod. Beszélek Nikolával. Ne. Nem a te dolgod. Majd én megoldom. Eldöntöttem. Megmondom neki. Nikolának? Igen. Sokat gondolkodtam rajta. Nem lesz jó. És mi lesz? Mit mondasz? Nem tudom. Meglátom. Nagyon bátor vagy. Megyek, itt jön. Szia! Szia! Sandra, mit csinálsz itt? Miért nem öltöztél át? Nem fürdeni jöttünk? Nikola, kérlek, ülj le egy kicsit. Jaj, ne már, Sandra, késő van. Vegyél fürdőruhát. Nikola, ülj már le, kérlek. Ne szórakozz, Sandra, most a legjobb a víz. Gyere már! Na, ott van Luciano. Hát ez isteni volt! Hé, Luciano, mit keresel itt? Mi újság? Ha megengedi, bemutatkozom. Nikola San Elmo váró. Anson? Ez gyorsan ment. Miért? Baj? Jöttek a partra. Tessék. Itt van Sandra is. Tessék, tessék. Szia, Sandra. Szervusz. Ismered Sandrát? Santé. Már régóta nem láttunk. Hallottátok a hírt? Á, igen. Íme a boldog jegyesek. Gratulálok. Gratulálok. Köszönjük. Ön Párizsban él? Igen, volt. Persze, már sokszor. Komolyan. Szóval, boldog vagy. Igen, és te? Én is. Nagyon kedves a te Brigitte, igaz? Uh-huh. És még nagyon szép is. Igen, pont ahogy szeretem. Őszinte, egyszerű. Sokan félnek a külföldiektől, de teljesen feleslegesen. Hűségesek, okosak. Dodi! Épp kibeszélünk. Oh, köszönöm, de azért nem kell túlozni. Menjünk, ígyünk valamit. Jó ötlet, én fizetek. Az én otthonom. Úgyis a papa pénze. Gyere! Luciano, remélem, hogy megérted és megbocsátottál. Igen, persze. Tudod, olyan volt, mint egy álom, vagy egy tény. De Brigitte kijózanított. Nagyon rendes, igazán megértő. Örülök neki, Luciano. Mindig ez van. Azt hiszed, vége az életnek. De a végén mindig megvigasztalódunk. És mikor mész férjhez? Hamar. Nagyon hamar. Ott hagyom a súlyt. Sandra, miért nem jöttök? Semmiség volt az egész, asszonyom. Pár óra alatt ebből a szobából már is varró műhely lett.
Most már csak megrendelőket kell találni valahol. Ne aggódjon, asszonyom. Annyi barátnője és nénikéje van. Ez nem lehet gond. Mama! Sandra, nagyon jó hírem van. Képzeld, a papa visszajött, visszavonták a körözést. Kiderült, hogy nem is követett el semmit. Persze, más lesz, mint azelőtt. Majd mindannyian dolgozni fogunk. Ki tudja, lehet, hogy pont egy szerényebb élet kell nekünk. Bocsánat, asszonyom, de... eddig nem úgy volt, hogy hozzánk költöznek. Sandra, de... most már mindegy is. Már minden mindegy. Miért? Mi történt? Semmi. Csak hagyd békén. Egyedül akarok lenni. Sandra! Mi ez? Na, Sandra nem beszélt magával? Nem. Nem értem, miért keseregsz. Én mondtam el Nikolának. Úgy is vége. Mindennek vége. Összetépted őket. Úgy is mindegy. Minden tönkretettem. Én tudtam ám róla, mert Sandra azt mondta, hogy megbeszéli veled. Igen. Azt mondta is, hogy nem szeret, de... fel a fejjel. Ne is gondolj rá. Gyere, menjünk. Tudod, sokszor meg sem látjuk, ami a szemünk előtt van. Drága mama, találtam egy nagyon jó munkát külföldön. Bocsáss meg, ha fájdalmat okozok neked, de el kell mennem. Nem sokára írok. A te Luciano. Mimi, adj kölcsön egy kis pénzt. Itt hagyom a gyűrűt. Amint tudom, visszafizetem. Nem, Luciano, nem segítek. Sajnálom, de a te érdekedben... Milyen barát vagy te? Hát éppen ezért! Hé, nincs itt senki, egy pizzát 50. Jól van, jövök. Kifizetem neked, ha azonnal hívsz egy taxit. Igenis, uram. Azért köszönöm. Sajnálom, Luciano. Mi lesz már, asszonyom? Csináljunk valami. Á, nyugalom, Carmela asszony, nyugalom, épp a nyomozást folytatom. Kell egy nyom, egy jel, valami. Brigadéros uram, adj valami jelet a túlvilágról. Hát ez, mi lehet ez? Á, egy papírfecni, egy kiló tőkehal. Ez vakvágány, itt kell lennie. Itt lesz a nyom. Igen, itt lesz, igen. Megvan. Á! Megtaláltam. Hogy mi? A Corpus Delicti. Itt a bizonyíték. Hajózási társaság. Itt van a hajó neve is. Oránia. Indulás. Fél óra múlva. Asszonyom, ne késlekedjünk. Igen. Irány a kikötő. Megállítjuk a hajót. Öltözön át. Ne fecsegjünk. Én is átöltözöm. Csak egy terv. Igen. És indulás. Itt van a taxi. Á, köszönöm. Szia, Luciano! Szia! Két pizzát! A házéd? Menjünk oda! Nem, idekint jó lesz. Rendben van, mókuskám. Ha, de miért hívsz mókuskámnak? Azért hívlak mókuskámnak, mert szeretlek téged.
Hé, hey, te! Mit csinálsz? Neked meg mi bajod van? Szép kis vőlegény. Te pedig szép kis barátnő vagy. Te kiről beszélsz? Jól tudod, hogy kiről van szó. Szandráról. Szandrá? Te még mindig Szandránál vagy lemaradva? De szánalmas vagy. Ez még mindig Szandránál tart. Neked még mindig nem esett. Pedig már egész Nápoly tudja. Hol élsz te? Mit tud egész Nápoly? Hogy felültetett. Eressz és adj békén. Mimi! Mimi! Nikolá és Szandrá nem esküsznek meg. Nem lesz esküvő? Fanni! Végig a szem előtt volt a kincs, de nem vette észre. És Szandrá, ő hol van most? Iskolában. Most vizsgázik matematikából. Parancsé! Mi lesz? Tovább! Tanár úr, ez túl nehéz nekem. Adjon egy másik feladatot. Hogy lenne már nehéz? Nem nehéz! Ülj le! Halljuk Avogadro törvényét. Avogadro törvénye... Gyerünk, ez nem nehéz. Emlékezz rá, amit még az órán mondtam. Tessék, rajta. Gondolkodjék. Miért kell sírni? Semmi. Csak ez a zene megzavart. Jól van. Mondd a törvényt. Tudom én azt a törvényt. Akkor mondjad már! Nem akarom. Olyan boldogtalan vagyok. Semminek sincs értelme. Boldogtalan vagy? Miért akarsz még megbukni is matematikából? Nézd, ott van! Szép kisasszony! Bolond vagy, hogy ide jössz énekelni? Ott az egész vizsgabizottság. Na és hogy ment? Jól, átengedtek. A zene segít mindenkinek. Gyere, megünnepeljük. Oh, nem, nem lehet. Haza kell mennem megmondani a mamának. Nem? Te most velem jössz, és rögtön... Valaki már vár téged. De miért hoztatok ide? Ezt nem értem. Oda, befelé. Vár egy meglepetés, menj. Luciano. Jöttem elköszönni tőled. Elmész. És mégis hova utazol? Tudod, nem akartalak az utcán megállítani. Nikolá miatt sem. Nikolá? Ja, Nikolával már szakítottunk, nem hallottad? Már annyira untam. A lányjal utazol? Igen. Nem iszunk valamit? Szomjas vagyok. Mit szeretnél? Tudod, mostanában sokat viszkiztem, de itt nem tartanak. Leülhetek? Bocsáss meg. Van egy cigarettád? Igen. És miért hagytad el Nikolát? Csak úgy. Mondtam már. Meguntam őt. Én úgyis felszínes lány vagyok.
Emlékszel, mit mondott Fernando? Na, ő jól ismer. Ilyen szeszélyes vagyok. Aha, így beismered. Te is ezt mondtad. És még azt is mondtad, hogy nem tudnád a más barátnőjét megcsókolni. Hát, Nikolá nincs többé. Akár meg is csókolhatnál. Egy búcsúcsókot nem szokás megtagadni. Meg aztán úgysem te lennél az első a sorban. Annyian megcsókoltak már. Buta vagy! Állítsák meg! Állítsák meg! Itt jön, Signora Capuana! Szüzanyám, siessünk! Megállni! Siessünk! A rendőrtörzsőmester özvegyének! Megállni! Szüzanyám, el az utamból! Megállítani! Jöjjön vissza! Hátra mellett! Már elkésztünk! Micsoda csapás! Kígyó fajzat! Ő győzött! Ő győzött! Micsoda csapás! Jaj, szegény szomszédasszony! Bátorság! És maguk mit áldogálnak itt mozdulatlanul? Mozduljanak! Képesek végignézni egy anya fájdalmát? Hívják a polgármestert! Hívják az admirálist! Értesítsék az érseket! Hívják az újságokat, a sajtót! Gyerünk! Capuana törzsőrmester parancsolja általam! San Gennaro, tegyél csodát velünk! Tedd meg, San Gennaro! Könyörgöm! Nincs több hazugság. Nincs szerelmem. Gyorsan, 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 gyertek! Halkabban! Akkor, ahogy megbeszéltük, amikor kijönnek, mindenki egyszerre... Mi folyik? Kétnek most hagynám? Tessék, fogja! Mit akar, Aurelio? Gyere! Mondják már! Mehetünk? Ha? Jönnek! Jönnek már! Már valam összi, összi kenyed a búrötó, egy többi paradiszto szí, már intak kézed a Gesù. Alattarella, vantate primavera, quando passa tutte madine, già te spiecherinde a codrine, solo un buon primetto da papà. Köszönjük, tanára! Köszönjük! Azért engedtem át, mert megérdemelte! Nem, azt köszönöm, hogy évvégén megbuktatta. Különben sosem jutunk el idáig. Köszönöm, tanár úr! Mehetünk? Mehetünk. Viszlát mindenkinek! Tanár úr, tessék egy pizza, mert kiérdemelte. Hopp, lehette az a kójár. Hintőpör, gyorsan, hintőpör! Így, így, gyorsan. Erről van szó. Jézus, ez az én Luciánom. Az én Luciánom, asszonyom. Hozzá, a mamám. Luciánom! Szia, mamám!